Minden év január második hétvégén kerül megrendezésre a hosszú hetényből induló Szent Lászlón keresztül Kisújbányára vezető téli túra. Tavaly csak egy maroknyi lelkes túrázó, dacolva a pandémia sújtotta megszorításokkal, jött át őrizni a hagyományt. Géza szakmáját tekintve a teák és a földborok szakavatott mestere, míg Feri a tűz csiholója címet viseli. Meg kell még említenünk Lacit, a mindenes vízhordó fiút, Nándit a külsős munkatársat, s Jánost, a rajzzászlót lobogtató kollégát is. Hát, hurkát, kurvász. Megjöttek az első fecskék. Gréta és Ivett az első két befutó a 6. A osztályból, kiket két legény, Arnold és András követett. Ők a 3. A-sokat erősítették. A többi nevet nem tudtam megjegyezni. Mit iszol, Feri? Nem tudom, de finom. Ugye, én megelőzöm a bajt, én előtte iszom. Nagy baj legyen. Nándi királylányka bora bizony megfelelő a nyársaláshoz, és a sütögetéshez egyaránt. Persze csak a felnőtteknek, a gyermekeknek és az egyéb okból eltiltottaknak a tea, akár itt kint, vagy az épületben. Irány a tejájé! Mennyesem a X-eim! Rendhagyó az idei téli túra. Most csak az iskolások számítottak bele az ilyenkor esedékes játékba. Vagyis regisztrálsz, eljössz, lejelentkezel, és ha minden osztálytársad itt van, akkor a nyertesek közé tartozol. Havat szerettem volna, az nem jött be, de legalább sár nem volt. Teljesen jó. Egyedül jöttél? Egyedül. De hát olyan sokan jöttünk, mint hogyha a Király utcába sétáltam volna. Mindenütt jött valaki. Előtted, mögötted. Sokan vannak még oda? Szerintem. Hogy tetszett a mai túra? Fáztatok, nem fáztatok? Én fáztam. Már nem futottunk, beszélgettünk. És már nem fáztunk. Ittatok már teát? Igen. Édes volt? Igen, nagyon jó. És beírtátok a neveteket? Igen. Mikor mentek vissza? Hát jártunk, és utána. Az osztályon vagytok? Igen. Sokan? Hát igen. És megvan a létszám. Megvan a létszám? Ti vagytok a? 3. Ezt mondta Géza bácsi, hogy most már lesz egy napotok, szabad? Mit fogtok csinálni? Hát nem tudjuk még. A madaras bögrém latin nevekkel. Nagyon menő. Jó? De jól van még valaki talál? A pártam ez mondta két évben. Nem, ez így nem tudja. Nincs is torta, csak a szabadnak? Igen. Csak az van, mert nagyon féltünk tőle, nem tudtuk, hogy itt mennyien, hogyan leszünk, mit leszünk. És nem tudtuk, hogy hogy jövünk anyagilag, de most már tudom, hogy nyugodtan lehetett volna torta is. Tehát most már látom, ami maradt pénz, akkor a következő, tehát nem az elsők, akik kapnak ugye egy szabad napot, hanem a következők meg veszünk gyümölcsöt. Nem almát, meg körtét már szokott lenni az iskolába, hanem valami gyümölcsöt fogunk venni, tehát ez a megállapodás. Na, valami így áll. Tehát mondjuk kókuszdiót. Egy kis szabad foglalkozás, te a Ives, mindenkinek megvan a jegye?
nem akarod szívni. Akkor megkérdezem, hogy kik vagy a gyerekek. Azért, mert ez olyan vég, hogy... Egy éves szarvas. Csak a túra mellettünk Angliába. Dél-Angliába lakunk, vannak szép vidéken. Hát a Angliába vannak szép látok. Nem Hát a sok ember, aki itt ma jól érezte magát, nem tartozik bele a több mint 250 regisztrált tanuló közé. Ők csak a szülők, kísérők, vagy a futottak még kategóriát erősítették. Reméljük, hogy egy év múlva a régi csapatépítő tréninget játszhatjuk ismét. Annak menetét majd jövőre elmondom. Tény, hogy az idén a 3. A, az 5. A és a 7. A teljes létszámmal itt volt. Ők egy-egy tanulásmentes szabadnappal lettek gazdagabbak. Jövőre készíthetitek a hótaposót és az overát, mert hóban tartjuk a téli túrát. Aki nem hiszi, járjon utána. Narrátor Vágó István. Thank you.